mert csak pillanatig tart haragja, és élethossziglan jó akarata. Este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm. A 30. Zsoltár 6. verséből idézem az örömnek ezt az újabb megnyilvánulását. Mert ugye minden ember örömre van teremtve, és minden ember örülni és vigadni akar az életében, és oly sokat beszélnek egy-egy mosoly erejéről, meg egyáltalán, hogy a másik emberre, ha ránézünk, akkor mosolyogjunk, és hogyha találkozunk valakivel, legyünk szívélyesek, és a szeretetnek már a második lépése a lélek gyümölcsei között, hogy a lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Igen, az öröm, aminek mindig ott van a helye, ott is kell, hogy legyen a helye az életünkben. Na de mi van akkor, hogyha egy nyomasztó napunk van, tele feladattal, sürgés, forgással, váratlan nehézségekkel, elesésekkel, kudarcokkal, alig tudunk belezuhanni az ágyba. Hát igen, reggel kell keresni az Istent, hogy idéztem a 91. Zsoltárból, hogy jó reggel, elégíts meg minket a te kegyelmeddel. Este már szinte csak köszönetet kell mondanunk azért, hogy túléltük ezt a napot, mert vannak ilyen napjaink is, amikor annyira fáradtak vagyunk, annyira elcsigázottak, hogy már csak ennyire futja. De ha Istennel együtt élünk, ha mi gyenge emberek kiadjuk az erőnket, és este bánat száll be hozzánk, és hát alig tudunk elaludni, persze nekem az a személyes tapasztalatom, hogy a kifáradásban, az elfáradásban, a szomorúságban én jobban el tudtam aludni, mint ahogy a nagy öröm inkább föllelkesített, és újabb dolgokon, terveken törtem a fejemet, és nem tudtam aludni, de azért óriási csoda az az életben, hogy este bánat száll be hozzánk. Reggelre öröm. Mi kell ahhoz, hogy örömöd legyen az életben? Csak egy kis kipihenés? Csak megadni mondjuk a szervezetednek azt, ami jár neki, és amiről sokszor elfelejtkezel, mert olyan a szervezetünk, mint a gép, amit csigázunk, hogy még mozog, még megy, még erre is, meg arra is képes. Este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm. Milyen csodái vannak a jó Istennek, hogy egyszer csak vált az élet, egyszer csak megfordul az élet. Van ez a titokzatos átfordítás. Ti gonosz gondoltatok ellenem, de az Isten jóra gondolta fordítani sok népek áldására. Olvassuk Mózes első könyve 50. fejezetében József szavait a testvéreihez. Mi ez a titokzatos átfordítás, elfordítás, megfordítás, hogy Isten hagyja az eseményeket mélyülni, egyre szomorúbbá válik a helyzet, aztán a szomorúság mélypontján egyszerre csak mint egy átböki a dolgot valami, és egy új világ tárul elénk. Reggel fölébredünk, kipihentük magunkat, és egy egyszerű kipihenés is elég ahhoz, hogy más szemmel lássuk a világot, mert sokszor a bánat beszűkíti a szemhatárt. A fölöttébb való bánata, amitől óvott Pál apostol, hogy az le ne sújtsa úgy az embereket, figyeljél, hogy a másik embernek adjál vigasztalást, reménységet, bátorítást, buzdítást, mert annyira le tudja húzni az embereket a felettébb való bánat, hogy szinte agyon nyomja őket. De az Isten képes arra a csodára, amire ember csak nagyon ritkán és nagyon részlegesen képes, hogy egy-egy jó szó, egy-egy kedves pillantás, buzdítás megfordít egy emberben lelki folyamatokat, de Istennél minden lehetséges. Az is, hogy este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm. Részesüljünk sokszor ebben a tapasztalatban, és ne felejtsük el ezt megköszönni, hogy az Isten nagy tetteivel járunk, ahogy mondja a Zsoltáros. Minden nap részünk lehet ebben a kiváltságban.